Csemmékon vagyunk, a Mányi út melletti hulladéklerakónál. Erről már az átlátszóban korábban írtunk, hogy botrányos állapotok vannak. Civil aktivisták rengeteg szabálytalanul behordott hulladékról küldtek fotókat. A telepen megpróbáltunk körülnézni korábban, Szél Bernadett országgyűlési képviselő is próbált bejutni, de nem sikerült. Most a riportunkban szeretnénk bemutatni azokat az állapotokat, amik itt uralkodnak. A zsámbéki hulladéklerakó, egy szigeteletlen lerakó. 2005-ben úgy minősítették ezt a lerakót, hogy ez már nem felel meg a célnak, és egy pályázatot hirdettek új lerakóra, és ez lett az Áveta Tabánya. De ettől kezdve ez a telep még tovább működött, és folyamatos volt a hulladék beszállítása területre, akkor is, amikor már ezt nem lett volna szabad. Itten 100 000 tonnákról beszélünk. Annak ellenére, hogy itt egy rekultivációnak kellene zajlani, folyamatosan jönnek a kamionok, napi 20-30 szállítmány is érkezik, mindenféle anyag, tehát nem csak az, ami bekerülhetne ide a telepre, hanem olyan is, aminek itt semmi keresni valója nem lenne. A legutóbb most már ott tartunk 2021. júliusában, hogy kohósalak érkezéséről számoltak be a helyiek. A hulladéktelep főbejáratánál kellene a teherautóknak áthaladni, ott egy videókamera ellenőrzi őket, és hivatalosan lepapírozzák a beérkező hulladékot. Néhány hete azonban a bánya felül feltöltöttek egy utat, és most ott közlekednek a teherautók. A bánya és a hulladéktelep között lévő kerítést is maga alá temette, ez a földút, és így kijátsszák az ellenőrzést a bányába érkező teherautók esetén. . 2015 óta nem monitorozták azt a vizet, amit kötelező lett volna törvény szerint is monitorozni. Nagyon fontos az is, hogy azt is kiderítettük, hogy a kutak, amiből monitorozni kell, azok már nem ott vannak, ahol azt eredeti és szakszerű intézkedések nyomán elhelyezték. Ez a magas szint, ez pedig a völgy. Tehát nem véletlenül lettek a monitoring kutak a völgybe kiválasztva, mert a talajvíz áramlása az körülbelül ilyen irányú és más felé mozog. Úgy okoskodott a telep üzemeltetője és mindenki, aki ehhez asszisztált, hogy választottak két olyan pontot, ez a bizonyos két műanyag cső, ahol garantáltan nincs szennyezés. Egy 10 fős bizottság jelenlétében ünnepélyesen megmintázták egy akkreditált laboratóriummal a két monitoring kútnak nevezett két műanyag csövet, majd utána azonnal lebuktak, mert a helyi lakosság a fényképek alapján azonnal felismerte, hogy ez nem a HG1 meg HG2-es kút, mert bárki láthatja a Mányi út szélén. Ez történt a hatóság jelenlétében, a polgármesteri hivatal jelenlétében, és még nem tudom kikek jelenlétében, de hogy jegyzőkönyvben van a szélhámosság rögzítve, ez egy tény. Most ezek után kérdezem én, hogyan bízzon a lakosság a polgármesterbe, meg hogyan bízzon a hatóságba, aki ehhez végig asszisztált, és mindmáig nem tudjuk, hogy mi a helyzet Zsámbékon. Külön szép a történetben, hogy birtokunkban van egy olyan hatósági levél, amely hitet tesz amellett, hogy nem kell itt monitorozni semmit éveken keresztül. Ráérnek majd 22. áprilisában, amikor ők a terveik szerint befejezik a rekultivációt, és ami, hogyha jól számolom, pont a választások utára esik. Thank you.